salgótarjáni születésű Szabó Patrik Norman ünnepi műsorával kezdődött a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Nógrád vármegyei területi szervezete fennállásának 20 éves jubileumi rendezvénye. Az eseményen elsőként dr. Hirdi Henriette Éva, a kamara országos általános alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Aki hallotta már dr. Balogh Zoltán elnök urat előadást tartani, ő az előadásainak a végén mindig egy Henry Ford idézettel szokott kezdeni, amely úgy hangzik, hogy összejönni jó kezdés, együtt maradni haladás, és együtt is dolgozni siker. Büszkén mondhatjuk, hogy a szakdolgozói kamara már a siker útjára lépett, hiszen nem csak összejöttek a szakdolgozók, nem csak együtt maradtak, de együtt is dolgoznak igazi team munkában. Ahogy én belecsöppentem ebbe a kamarai életbe, azt tapasztaltam, hogy egy újabb családot kaptam ezáltal, és olyan embereket ismerhettem meg, akikről azt mondhatom, hogy legkitartóbbak, legelhivatottabbak, leglelkiismeretesebbek, és a legsegítőkészebbek minden körülmények között, és az egyetlen céljuk az az, hogy a szakdolgozók elismertsége minél magasabb szintre kerüljön, minél jobban segítsük a szakmánknak a fejlődését, és ezt nagyon gyakran a főállásuk, családjuk mellett szabadidejük terhére végzik ezek a tisztviselők. És én ezúttal is szeretném mindenkinek megköszönni, aki részt vett ebben az előkészítő folyamatban, illetve akik napjainkban is vállukon viszik ezt az egész történetet, mert nélkülük, nélkületek ez nem jött volna létre, és a mai napon nem ünnepelhetnénk most a kamara fennállásának 20. évfordulóját. Úgyhogy nagyon köszönöm az áldozatos munkátokat, a kitartásotokat, és jó egészséget és további sikereket kívánok közösen együtt. Ezután dr. Varga Erzsébet, a Nógrád vármegyei Szent Lázár Kórház orvosigazgatója mondott köszönetet a szakdolgozóknak. Florence Nightingale úgy tartotta, hogy az ápoló munkája háromszoros érdeklődést kíván. Szellemi érdeklődést az eset iránt, szívbeli érdeklődést a beteg ember iránt, és szakmai érdeklődést a gyakorlati munka technikája iránt. Különleges munkát, szakmát választottak, akik a betegek gyógyítására szánják életüket. Ez nagy beleérző képességet, empátiát és egy életen áttartó tanulást kíván. A felelősségteljes munkavégzést, a korszerű ismeretek megszerzéséhez való szakmai hátteret, a jogbiztonságot hivatott biztosítani az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Önök azok, akik nélkül nincs gyógyítás. A beteg ágy mellett végzett, érzékenyen odafigyelő, szolgáló figyelem semmivel nem pótolható. Önök a biztos pont, akik megvalósítják az orvos utasításait, akik észlelik és továbbítják a betegek igényeit. A jubileumi rendezvényen köszönöm kitartó példamutató munkájukat, önökre, ahogy a múltban és a jelenben, a jövőben is mindig szükségünk lesz. A folytatásban Vörös Marti Attila országos választásokért felelős titkár tartott előadást a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elmúlt 20 éves történelméről, kiemelve a legfontosabb eseményeket, hangsúlyozva az elért eredményeket. Egy kis rövid visszatekintésre gondoltunk elnök úrral, amikor elkészítettük a PPT-t, és nagy hangsúllyal, amit látnak középen pirossal, hivatásunk képviseletével az egészségért és a betegekért. Ezt a 20 év alatt egyszer sem hagytuk cserbe, végig ezen a gondolatmeneten mentünk az útunkon. Amikor megalakult a kamara, előtte nagyon sok civil szervezet segítette, hogy sikeres legyen ez a felépülés, ugye alulról szervezett köztestületről van szó, tehát ugye a helyi szervezetek, területi szervezetek, és utána ugye az országos szervezetek alakultak meg. És nagy példaképünk Kossuth Zsuzsanna mindig előttünk volt, aki azt mondta, hogy egy legyen bennünk az akarat, felkeresni a szenvedést, és enyhíteni azt. Zárásként Kőrösi Istvánné, az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Nógrádi Területi Szervezetének elnöke tartott előadást a megyei szervezet elmúlt 20 évéről. Fogadják sok szeretettel a következő összeállítást a területi szervezet elmúlt 20 évéről, a teljesség igénye nélkül. Hangsúlyozni szeretném, az összeállítás
a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján készült. Meghívást kaptak azok a szervezők, akik a területi szervezet megalakulását segítették, koordinálták. Meghívást kaptak a 20 év alatt választott tisztségviselők, helyi elnökök, fekvőbeteg ellátási intézmények, szakképző intézmények és a népegészségügyi főosztály képviselői. Körünkben köszöntjük a továbbképzésünk előadóját, dr. Mosoni Tamást, köszönjük, hogy másodszor is elfogadta ebbe az évbe a meghívásunkat. A június is nagyon nagy sikernek örvendett. Köszönjük. Köszönjük, akik elfogadták meghívásunkat, és megjelentek rendezvényünkön. A jubileumi rendezvény az ünnepséget követően egy szabadon választható továbbképzéssel zárult.